Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 17-én. Mielőtt kezdenék, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy megint van egy új kedvezményes jóslás, ami április 25-éig megrendelhető. Ebben van egy szerelmi kirakás, feltesszük a kérdést, hogy ő szeret-e téged, és ehhez a szerelmi kirakáshoz jön egy névelemzés, hogy melyik nevet írod meg, a keresztnevét, vagy a családi nevét, vagy a becenevét, ezt rád bízom, ami téged így megszólít. És akkor elemezzük azt, hogy mit jelent számodra az ő neve. Persze megírhatod a te nevedet is, mégpedig azt, hogy szólít ő téged. És akkor ezt összehasonlítjuk. Amit még mondani szeretnék, a neveket nem fogom a nyilvánosságon közölni. Tehát minden így titokban marad. A díjam ennél a kedvezményes jóslásnál 4250 forint, és most megtekintjük a három kérdőjeles jóslást. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai. Ahogy ott a fenti képen látható, ő kezébe vesz bizonyos dolgokat. Hogy mi van a kezében, az látható a kártyán, ez az arany kehely, és az utal a víz elemére. És a víz eleménél érzelmekről van szó. Ő kimutatja az érzelmeit. De ahogy a kártyán láthatjuk, itt van egy fiatal fiú, aminek egy szimbolikus jelentése van. Először is mutatja az időt, hogy hamarosan ez bekövetkezik. Amit még jelent ez a fiatal fiú, itt nem ismeri ki magát, és ennek ő tudatában van. Ki akarja mutatni az érzelmeit, vagy akar érzelmekről beszélni, de néha nem tudja, hogy hogyan. És most megtekintjük a második kártyát, az utal az ő érzelmeire. Ezen a képen a nulla szám látható. Ennek is van egy jelentése, utal a gondolatokra, az ötletekre. De nem lehet tudni, hogy lehetne ezt megvalósítani, mert itt van bizonytalanság. És pontosan így érzi magát. Szeretné ebben a könnyűségben megoldani a dolgokat, felfele tekint, és ez mutatja azt, hogy hisz abban, hogy minden jóra fordul, megvan nála ez a bizalom, de mégis nem tudja azt, hogy mi következik akkor, ha ő cselekszik, tesz egy lépést előre, megvan a talaj a lába alatt, vagy lezuhana mélybe, nem tudja. És attól fél, hogy eljátsza a lehetőségeket. Mivel itt érzelmekről van szó, mivel itt párkapcsolatról van szó, az első kép azt mutatta, hogy ő nyitott érzelmekről beszélni, vagy kimutatja az érzelmeit, vannak jó ötletei, tervez valamit, de mégis vannak nehézségei, mert nem tudja, hogy lehetne ezt megvalósítani. És lehet, hogy kéri a segítségedet. És hogyan? Ezt megtekintjük a következő kártyánál. A 10-es szám ezen a képen utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Ez megvan, ez a lehetőség. De nehéz ez a kezdet, mert sok mindent cipeltek. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, vagy egy bizonyos helyzet.
Itt valamit le kellene zárni, hogy könnyebben menjenek előre az események. Ha én ezt a képet megnézem, nekem mindig egy tolvaj jut eszembe. Az lehet, hogy valaki ellop valamit, az lehet pénz, de nem mindig így van. Az is lehet, hogy valaki rabolja az időtöket, vagy az erőtöket. És most megtekintjük a napi kártyát. Az is lehet, hogy itt szeretnétek valamit megnövelni, kiépíteni, hogy nagyobb legyen, tehát mint ez a torony látható legyen. A torony utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre is. Néha egy továbbképzésre, valamilyen iskolázásra. Amit még a torony jelent, amikor fogva érzitek magatokat, mert vannak félelmek, nehézségek, bizonytalanságok, és kerestek egy kiútat, mint egy labirintusból. Tehát én úgy gondolom, hogy itt ennél a jóslásnál érzelmekről van szó, és fontos lenne áttenni magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon. És most áttérek az asztrológia területére. Többször is említettem azt, hogy én az indiai asztrológiával foglalkozom, és az indiai asztrológusok másképp számítják ki a horoszkópot. Itt van különbség az indiai asztrológia között és a mi általunk ismert asztrológia között. Azért van ez a különbség, mert a tavaszi pont az elcsúszódik, és ezt figyelembe veszik az indiai asztrológusok. Ezért van ez a különbség. A mai naptól kezdve Merkur bolygó a Kos jegyében mozog. Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, mozgásról, tanulásról és kommunikációról. És itt hat a Kós jegye, és lesz mozgás, kapcsolatok, beszélgetések, vagy szerződések, ami utalhat egy új kezdetre is. Itt ezen a képen látható az indiai horoszkóp. Ott fent Merkur bolygó a Kos jegyében. Merkur bolygó hamarosan eléri a napot, és az utal beszélgetésekre a nap hatása alatt megvan ez a világosság, kiderül valami, lehet a következő napokban valamit tisztázni. És itt kommunikációról van szó. Merkur bolygó, ott fent a Kos jegyében, és jobb oldalon felül Mars bolygó az Ikrek jegyében egy kapcsolatban áll, egy úgynevezett szextil aspektust képeznek, ami kedvező. Itt is beszélgetésekről van szó, és Mars bolygónál vagy be tudjuk bizonyítani magunkat, vagy a férfiakról van szó, és mivel Mars bolygó az Ikrek jegyében van, a levegő elemében, ami kommunikációra utal, a férfiak keresik a beszélgetést, vagy szeretnének valamit tisztázni. Lehet, hogy nem ezen a napon, hanem a következő napokban. Mivel Merkur bolygó az Ikrek jegye felett uralkodik, és itt van egy kapcsolat a Mars bolygóval, szintén az Ikrek jegyében, itt lehet most valamit tisztázni, valamit lerendezni. Ez a kapcsolat, ez a beszélgetés harmonikus lesz. Mint látható itt a képen, a hold
elérte Mars bolygót. Itt együtt hatnak, és a holdnál érzelmekről van szó, tehát a férfiak nyitottak lesznek érzelmekről beszélni. Ugyanúgy, ahogy a kártyán is láttuk, az első képen ott volt az a fiatal férfi a kehellyel a kezében, ami szintén érzelmekre utal. A hold a mai napon a Mruga holdházban található, és az Orion csillagképpel van összeköttetésben. Ez a csillagkép egy égi vadász, keres egy kiútat, egy lehetőséget, és így hat ez most a férfiakra. A képen ott bal oldalon látható, hogy Jupiter bolygó a vízöntő jegyében van, és itt van egy kapcsolat Merkur bolygóval. Mivel a vízöntő jegye az a levegő eleméhez tartozik, és a kos jegye, ahol Merkur bolygó mozog, a tűz eleméhez tartozik, és a tűz eleme és a víz eleme harmonizál egymással. Jupiter bolygó adja a lehetőséget, szerencsét hoz, de lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is, és itt előre mennek az események, tisztázódik valami. Jupiter bolygó a vízöntő jegyében egy úgynevezett trigón kapcsolatban áll Mars bolygóval és a holddal, az ikrek jegyéből. Itt mindkettőnél a levegő eleméről van szó, ez szerencsét hoz, és segít abban, hogy rendeződjenek a dolgok, különösen akkor, ha valamit a múltban igazságtalannak láttatok, itt ez most rendeződik. Vagy lehet egy bírósági ügy is, különösen a férfiakat érinti ez a helyzet. Plutó bolygó ott bal oldalon, ott a második kockában látható a szimbóluma, egy úgynevezett kvadrát aspektussal áll Merkur bolygóval. Ez utal kihívásokra. Plutó bolygónál mindig arról van szó, hogy valamit le kellene zárni. Ha így van, akkor a múltról van szó, és itt vannak még nehézségek, de át kell tenni magunkat ezeken a nehézségeken. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!